A DK oktatáspolitika arató, oktatáspolitikus arató Gergely, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Bármi már ugye a kedves nézők hallották, elkezdtünk beszélgetni, de nem kifejezetten arról, amiről fogunk. Amiről fogunk, az az önök tiltakozása a Szegedi Tudomány Egyetemről az oktatási kormányzat által elvont, kivont, mint egy 4,2 milliárd forint miatt. Na most tartottak egy sajtótájékoztatót az Emberi Erőforrások Minisztérium előtt. Valóban ott dőlnek el ezek a dolgok? Az volt a remény, amikor Klinghammer államtitkár úr hivatalba lépett, hogy őt azzal a feladattal nevezték ki, hogy konszolidálja a felsőoktatás helyzetét. Tudni kell, hogy ez nem csak a Szegedi Tudomány Egyetemet érinti ez a probléma. Ebben az évben nagyjából 45 milliárd forintot vontak ki a felsőoktatás egészének a támogatásából. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez közel harmada a felsőoktatás összes pénzének. Tehát egy harmadát annak az állami támogatásnak, amiből a felsőoktatás működik, azt egy év alatt megvonták ettől a szektortól. Ez minden nagy egyetemet érint, nem csak Szegedet, Debrecent, Pécset, az ELTE-t, a Műszaki Egyetemet, Közgázt, minden felsőoktatási, állami felsőoktatási intézményt ez érint. Szóval az volt a remény, hogyha egy új államtitkárt kap ez a terület, akkor beváltja a kormány azt az ígéretét, hogy valami fajta forrás biztosít az egyetemeknek. Ugye az volt a mondás, ha lehet ilyet mondani, hogy hát majd akkor az év elején akkor az egyetemek helyzetét rendezi a kormány, és gyakorlatilag semmi nem történt az elmúlt időszakban. Újabb ígéreteket sikerült hozzárakni az eddigi ígéretekhez. Érdemben nincs változás. Azt, hogy ez hol dől el, ezt mi persze nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy van egy államtitkár, aki felelős ezért a területért, és akitől elvárható lenne az, hogy a kormány nevébe teljesítse azokat az ígéreteket, amelyeket tettek. Uh-huh. Most ehhez képest azt mondja a Fidesz, 23 milliárddal több jut felsőoktatásra, mint tavaly, meg azt is állítják, hogy hát önök félretájékoztatják a közvéleményt. Hát ebbe elég nehéz, hogy mondjam, ilyen alapon vitatkozni. A rektori konferencián is nyilvánosságra hozta azokat az adatokat, amelyek a felsőoktatás költségvetési támogatására vonatkoznak. Ez a rektori konferencia honlapján elérhető. Tudják. Hát én azt hiszem, hogy ebben a helyzetben tettek egy olyan kommunikációs állítást, mondhatnám hazugságnak is kevésbé udvariasan, amihez ragaszkodnak. De miért ott 23 milliárdot hazudnának? Tehát akkor mondhatnak azt, hogy több mint 20 milliárd, mennyivel több? Hát valamivel több. 23 milliárd. Hát ez gondolom, nagyon konkrét. Gondolom, hogy hitelesebbnek tűnik. De hát még egyszer mondom, a rektori konferencia honlapján elérhetőek az egészen pontos adatok. Hozzá kell tennem, hogy itt talán arról van szó, hogy a már elfogadott költségvetéshez képest ennyi pénz visszaadására tett ígéretet a kormányzat. De még egyszer mondom, ez a pénz se érkezett még meg az egyetemekhez. Nem, hát csak azt mondják, hogy idén 23-mal több jut, mint tavaly. Tehát, hogy a 2012-es adathoz képest a 13-as az egy diadalmenet. Hát bevallom, ebben zavarba hoz ezzel az állítással, nem ön, hanem a Fidesz. Hát egyszerűen meg kell nézni, 2010-ben nagyjából 180 milliárd forint volt a felsőoktatás állami támogatása, 2012-ben közel 170 milliárd, ebben az évben meg 123 milliárd, ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni, sajnos ezek a tények. Hát azt tudja-e, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányok tették tönkre a magyar felsőoktatást, a reformok nélküli pénz elszívás biztos elsorvadásra ítélte, ugyanis a magyar egyetemeket, mondja a Fidesz. Hát azt kell mondanom, hogy ugyanez az állítás nem igaz, de nem lett meg a Fidesztől. Sajnos azt látom, hogy a legtöbb oktatási területen körülbelül idáig terjed a szakpolitika alkotási képesség. Tehát azon gondolkozom, hogy állítanak önök valamit, hogy elment az egyharmada a felsőoktatásra szánt pénznek, és csődben vagy bajban az egyetemek. Állít a Fidesz valamit, és megfejeli azzal, hogy egyébként ami meg rossz az önök miatt van, az elmúlt időszak, az elmúlt 8 év, az elmúlt kormányok, a régi baloldali pártok, az új baloldali pártok, és akkor ezek a pártok, ezek a politikusok sorra elkezdenek védekezni. Ez nem oktatási kérdés, ez mindenügyben így van. Hogy tudnak ebből a spirálból kijönni? Ezen a területen szerintem nagyon egyszerű a helyzet, ugyanis itt nem valami végtelenszer, végtelen hosszú távú dologról beszélünk. A magyar egyetemekről ez a 4, 5, 6 milliárd forint, 2 milliárd egyeteme válogatja, 25, 30, 40 százaléknyi forrás. Ez hiányzik. Ezt látják az emberek, ezt látják a felsőoktatásban dolgozók. Látják azt, hogy elküldik az embereket,
hogy leépítés van a felsőoktatásba, látják azt, hogy nincsen pénz beszerzésre, eszközre, működésre. Szóval sajnos ez egy olyan ügy, amit közvetlenül a bőrén éreznek az egyetemek, és hozzáteszem, éreznek az egyetemi városok. Tehát nem véletlenül, hogy a DK-nak a petícióját több mint 1000-en írták alá Szegeden, mert az egész város tudja azt, hogy bajban van az egyetem, hogy bajban van a felsőoktatás. Na, most akkor még egy utolsó idézet, ígérem, több nincs a Fidesz közleményében. A kormány összesen 10 milliárd forinttal támogatja a Szegedi Tudományi Egyetemet, amelyet kiemelté minősített. További 4 milliárd forint segíti a hátrányos helyzetű fiatalok felsőoktatásba juttatását. Ez zárójel, ez a kis nyúlfark itt a végén. Ez a 10 milliárd, ami hát magáé a Szegedi Tudományi Egyetem. Hát akkor mi itt a baj? Az a baj, hogy ez a 10 milliárd, ez 2008-ban még 19 milliárd volt. Tehát egyszerűen az a probléma... Tehát ez az állítás ebben a formában igaz, csak éppen a feléről beszélünk. Csak feléről beszélünk. Igen. Azt tudni kell, hogy a felsőoktatás egy nagyon érzékeny terület abból a szempontból, hogy a felsőoktatásban az oktatás minőségét döntően az oktatók minősége határozza meg. Tehát, hogyha egy felsőoktatásból elkezdik elküldeni azokat az embereket, akik a minőségét adják ennek a felsőoktatásnak, akik mögött egy hosszú kutatói életpálya van, egy szakmai teljesítmény van, az azt jelenti, hogy rohamosan romlani fog a felsőoktatás minősége. És az nagyon klassz dolog, hogy a miniszterelnök elmegy Jordániába, és próbál Jordániába toborozni hallgatókat a magyar felsőoktatásban, ráadásul állami ösztöndíjjal. De hát az igazán jó az lenne, hogyha olyan minőségű felsőoktatást tudnánk fönntartani, ahova külföldről jönnek a hallgatók. Ma nem külföldről jönnek a hallgatók a magyar felsőoktatásba, hanem a magyar hallgatók mennek el a külföldi egyetemekre. Az állami ösztöndíjra pedig lenne itthonról is jelentkező. Ügyesen Klinghammer Istvánt vonták be a sajtótájékoztatójukba azzal, hogy hát Hoffmann Rózsa után tőle vártak valamit. Ez egy felszólítás, megszólítása, úgy tetszik. De mit várnak tőle? Mit tud tenni? Ezért kérdeztem, hogy biztos-e, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumában dőlnek el a dolgok? Ebben a kormányban soha nem lehet tudni, hogy hol dőlnek el a dolgok. Az azonban biztos, hogy Klinghammer István a felsőoktatást ismerő szakember, szakpolitikus, volt az ELTE rektora, volt a rektori konferencia vezetője, ezért aztán ahelyett, hogy a szakokat kategorizálja, hogy hangya, tücsök vagy orhidea szakok, mint ezt olvastam valamikor nagy meglepetésemre, ahelyett gondolom az lenne a dolga, hogy tájékoztassa a kormányt arról, hogy mi a felsőoktatás helyzete, és próbáljon megoldást találni erre a helyzetre. Mondom, hogy legalább azokat a pénzeket hozzá a kormánytól, amiket a kormány egyszer már odaígért. Hát a kérdés az, hogy el tudja, van-e az a pénz valóban, ami ígéretként szerepel, de hát ez számtalan a diákság által megfogalmazott követelés kapcsán is igaz. Hát erre is visszatérünk még majd egy óra múlva, ezt ma már tudom, mondtam itt az előző beszélgetésnél, majd folytatása következik valahogy, ez így lesz, önnek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk.